karnagy, népzenész, zenetanár. És még sorolhatnám azokat a posztokat és pozíciókat, amelyeket élete folyamán betöltött és betölt. De talán a legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy ő maga a zene. Élet célja pedig az, hogy ezt a zenét közvetítse mindenkinek, határon innen és túl. A mai ismeretlen ismerős Pál Lajos. Jó napot kívánok! Jó napot. Szeretettel köszöntöm. Bevallom, hogy nagyon vártam a mostani beszélgetésünket. Férjem édesanyja révén ugyanis én hallomásból már nagyon jól ismertem Önt. Ugyanis egy faluból származnak, és ő már nagyon sokat mesélt Pál Lajosról, a híres emberről, a zenészről, a muzsikusról. Ugye viskiek mind a ketten. Visk szülőfaluja talán meghatározó volt abban, hogy Ön ezt az utat kezdte járni, ami most is jár. Hát Visk az biztos, hogy központi hely nekünk, a világ közepe, de az én családom az rendes emberekből származik, azok földművelők voltak mind. Mm. És nagyon nagy váltás volt, mikor mi a bátyám a zenészek lettünk a Kutályban, még csak barna bőrű zenészek voltak, azok viszont nagyon jók voltak, és hát mi kezdtünk el muzsikálni, úgyhogy lakodalomba is, meg mindenhol, és ugye nekem az apai dédapám ennek a Visknek, máskülönben Máramaros vármegye 5 király korona városának ez az egyik, ez a Visk. Visk, Huszt, Técső, Máramaros sziget és Hosszúmező, ez így egy sor. És dédapám Pál Mihály az örökös bírája volt ennek a falunak, tehát hogy anyai ágon pedig ilyen kis nemesi családból származtunk, tehát mi elég jó családból származtunk, és zenélésre adtuk a fejünket, zenetanárok lettünk, illetve hát muzsikáltunk több mint 20 évig lakodalomba. De hogy jutott eszükbe? Földműves családban egyszer csak a gyerek hogy kezd el zenélni? Hát az úgy volt, hogy a bátyám, az egy őstehetség volt, és itt most rögtön el is kell, hogy mondjam itt az elején, hogy engem nem is tudtak, hogy hívnak soha. Mindig azt mondták, hogy Karinak az öccse. A bátyám annyira markáns jó zenész volt, és ez folytatódott, mert most Magyarországon azt mondják, hogy Pistinek az apukája. Mert a fiam ugye a Magyar Állami Népi Együttes zenekar vezetője, úgyhogy én nem igen voltam sehol, de azért én is befejeztem a Kievi Zeneakadémiát 2 karon, illetve hát hangszeres zenészek is voltunk persze mindig. Akkor Visken tanult meg muzsikálni, milyen hangszeren kezdte? Ez a harmonikázás volt Visken, csak mi gombos harmonikán játszottunk a Kotályba, mert az volt a hozzáférhetőbb, illetve volt a hagyományos cigányzenekar, akitől el tudtunk lesni fogásolásokat, rendes hegedű, prim, terc, brácsa, kontra, nagybőgő és cimbalom, klarinét és cselló nem volt benne, és mi pedig mondom a bátyámmal gombos harmonikán játszottunk, csak a bátyám szólott, prímelt, én pedig kísértem, és aztán átértem a tangó harmonikára, az tömörebben szólt, és ahhoz volt a dob, illetve nagybőgő. Tehát ez akusztikus hangszereken volt, és például hát most Magyarországon azt mondják, hogy világsztár Edwin Marton. Hát annak az apjával muzsikáltam világ életemben, Edwin Martonnak, hát ott nőtt fel a szemünk előtt ez a világsztár, csak úgy hívták, hogy Csüri Lajos. És hát mi együtt muzsikáltunk, mondom, akusztikus hangszereken, de több száz embernek, tehát olyan 150-200 embernek játszottunk mindenféle erősítés nélkül az elején. Autodidakta módon? Hát igen, autodidakta. Persze, hogy úgy felvételiztünk a bátyám és én is a zeneművészeti szakközépiskolára Ungváron, hogy hallásból tanultuk meg a programot, csak azt, aki hallgatta, nem tudta. Tehát utólag derült ki, hogy mi nem nagyon ismerjük a Kottát. És hát persze megtanultuk aztán, és nem is volt semmi gond. A szüleik mit szóltak ehhez, hogy Önök zenélésre adták a fejüket? Hát az eléggé érdekes, mert például voltak olyan esetek, hogy lakodalomban játszottunk, és édesapám az fogatos volt. És a fogatos az egy ilyen külön kaszt. Tehát mindig mondta, hogy olyan pár csikót nevel nekem, hogy az égig felmennek a lovak. Hát, de mondtam, szeretem, meg szép, meg minden, de hát hogy lehet összehasonlítani egy zenét? Lakodalomban muzsikálunk, és odajön,
Édesapám azt mondja, hogy egy kicsit komótosabban húzzuk, fogjuk vissza a tempót, mert fellép az asztalra. És mi a bátyámmal szégyeltük ezt, tehát mi tanáremberek voltunk, nem csak lakodalmas zenészek, és elővett egy pénzt, és fizet. Hát mondjuk nekünk ne fizessen. De ő fizet egy kicsit lassabban is. Elkezdett az asztalon cifrázni, tehát ilyen környezetben nőttünk fel. Nem csak zenélt, hanem táncolt is gyerekkorában? Hát én? Igen. Hát persze, hát nálunk ez nem cikk. Hát a táncolni, meg énekelni, ezt mindenki tud. De viszont harmonikázni is. Vizsgálatlan rengetegen tudnak harmonikázni. Tényleg? És nagyon jól. Hát hogyne. Ez olyan, mint régen faluba citerázni. Sokan szoktak tudni citerázni, úgy. De a harmonikán meg elég macera játszani, mert nem látja az ember a kezét. Tehát vakon kell játszani, most a számítógépes embernek azt mondom, hogy vakon kéne, hát meg lehet tanulni persze, de elég rossz a klaviatúrán, és ez meg mind a két kezem, és ha megtetszik figyelni, az egyik kezem az gombos, a bal oldal, a jobb az meg billentyűs, úgyhogy egyszerre két hangszeren kell játszani, szinte. Akkor teljesen egyértelmű volt igazából, hogy más útja nem is lesz, csak a Zeneakadémia. Hát ez így, ez valahogy így ment egyik dolog a másikba, és Ungvár után elmentem Kijevbe a Zeneakadémián, és valahogy ez, én soha nem tartottam magam se jó zenésznek, se valami kiváló tanulónak, de valahogy mindig tiszta ötös volt minden, meg elsőre sikerült minden, és hát volt egy olyan, hogy eljött édesanyám Kijevbe megtudni a professzort, hogy megy a tanulás. Édesanyám egy szót nem tud oroszul, se ukránul, csak magyarul. A professzor meg egy leningrádi születésű orosz professzor, és én vagyok a tolmács. És másfél órán keresztül hol dicsérnek, hol szidnak, és én ezt póker arccal tolmácsolom. Azt mondja a professzor, mondja meg az édesanyjának, hogy igen, jó diák ön, de sokszor makacs. Mondom, erre édesanyám azt mondja, mondd meg neki, hogy már kicsi korodban is ezt csináltad. És ezt én nekem kell tolmácsolnom másfél. És akkor összeölelköztek, nagy barátság minden, és elbúcsúztak. Édesanyám eljött megtudni, hogy mi a helyzet. És a Zeneakadémia hogy nem hangszeres zenét tanult? Hát tanultam azt is. Tehát az úgy volt, hogy én a Zeneakadémiát befejeztem, mint karvezető először, aztán feljutottam az opera és szimfonikus karnagyi szakra, ott már tudni kellett hangszeren is játszani, mert a szimfonikus karnagy alapfokon ismernie kell a hangszereket. Nem tudok egy utasítást adni egy hegedűsnek, vagy egy bárkinek, ha nem tudok rajta alapszinten játszani. És orgonálni tanultam hivatásszerűen, de valahogy annak se lett, tehát így, mindig mondták, hogy menjek kántornak, Visken is például. És hát én ezt így elhessegettem, hogy én elmennék kántornak, de ahhoz milyen pap kell. Tehát inkább nem vállaltam. Hanem inkább zeneiskolát vezetett, például hát, Péter Forrán. Ott igen, na ott vezettem zeneiskolát, de az úgy alakult, hogy Visken elkezdtünk dolgozni 70-es évek közepétől, és akkor Péterfalva az meg egy ilyen, Visk már azért vegyes, mert ott vannak ukránok is, különböző nemzetiségek. Péterfalva az meg szinte 99%-ban magyar, és onnan mindig jöttek, hogy kellene egy magyar ajkú szakember, aki meg tudja indítani a zeneiskolát, a hangszeres oktatást. És már előttem is működött ez a zeneiskola, mint kihelyezett tagozat, és akkor én megjöttem oda, és elkezdtük a foglalkozásokat. Hát persze én a szokásomhoz híven reggel, délbe, este, mindig muzsika, és odáig fajult a dolog, hogy elvittem a gyerekeket a debreceni Bartók versenyre, a kórus versenyre, és hát ott nagyon sok ország volt, és igen jó helyezéseket értünk el. Tehát az első fellépésünk, tessék elképzelni, hogy az Aranybikába a gyerekek 5 percig nézték a Csillárt, még olyat nem láttak soha, vagy bementünk egy áruházba, mozgó lépcsőztek, vagy mit tudom én. Tehát az nekünk minden újdonság volt, viszont szakmailag rendben voltunk, azt hiszem. Akkor már a feleségével együtt? Hát igen, de az meg mindig, az egy érdekes dolog, a feleségem az egy Jancsó lány, az is ilyen erdélyi származék, és egy ilyen kőkemény valaki, hogy mertem én jelentkezni Debrecenbe egy ilyen nemzetközi kórus versenyre, mikor mi egy olyan faluból jöttünk, akkor ez a Péterfalva ugye úgy megy, mint a Tisza. Tehát egy utca, egy utcás faluból jelentkezek, és ott a világ minden tájáról ott vannak. Na és hát akkor persze, gondolkodtam, hogy is van, de a jelentkezés úgy működik Debrecenben, hogy el kell küldeni a kazettát. Tehát annak alapján fogadják el, hogyha megfelel. Uh-huh. És akkor megfelel, de azért eljöttek Kocsár Miklós zeneszerző,
meg nem is tudom kicsodák, az már nagyon bosszantó volt, hogy a kazettát is elküldtem, meg eljöttek még meghallgatni, hogy tényleg mi éneklünk. És akkor kiderült, hogy hát, hogy tényleg jó. És akkor még a fiam kicsi volt, énekelt, szólót énekelt, de már akkor is folklór, meg foci, tehát az ausztrálokat 7-0-ra vertük a délutáni szabadidőben, már olyan kellemetlen volt, ott 7-0-t. Az jutott most eszembe hirtelen, hogy ugye Ukrán Zeneakadémiára járt. Igen, igen, Kievbe. Kievbe. Akkor ott ugye magyar népzenével nem foglalkoztak? Hát magyar népzenével mi soha nem foglalkoztunk. Hát már az, amit otthon játszottunk a faluba, az is inkább kávéházi zene volt. Hát magyar népzene, az már gyakorlatilag a nagy Szovjetunióban az nagyon kevés maradt, abból csak tudtuk, hogy Kodály is gyűjtött, meg Bartók is gyűjtött, Beregszász környékén, Dercembe, Fornoson, Bartók lejött egész száldobosra, hangszeres zenéket gyűjtött, de akkor már nem nagyon lehetett fellelni, tehát a ruszin zene még létezett, még most is valamennyire, a román zene létezett, a máramarosi román zene Kárpátalján, illetve a magyar népzenét egy-egy sikerült egy-egy prímással megismerkedni, aki már vendéglőbe játszott, de még emlékezett a parazzenére, csak így tudtunk valamikhez hozzá jutni. Hát olyanokat, hát tessék elképzelni, hogy mikor Kievbe Halmos és Sebőnek a lemezét megkaptam, az elsőt, és akkor azt rongyosra hallgattuk, ez ilyen bakelit lemez volt még, és akkor levelet írtam, ezt sose felejtem el, Halmos Bélának, hogy ha lehet, küldjön egy néhány akkordláncot nekünk ilyen szatmári zenéből, mert valahogy úgy volt belénk nevelve, hogy Moszkvában van a cár, és Pesten van a cár, a magyar népzenéből, hát azt hittem. Küld egy néhány akkordot, mikor megnézem, Istenem, hát mi 20-szor több akkordot játszunk, hát mi abban voltunk ebbe a szatmári zenébe, és utána nevettünk is Halmossal, mikor találkoztunk, hogy mi nem gyűjtöttük ezt, hanem mi abban nőttünk fel, még azért az még úgy megmaradt. Viszont Péterfalván ugye már ott tanítottak magyar népzenét is, meg hát ugye néptáncot is. Hát az megint olyan volt, hogy már akkor elkezdtünk járogatni Magyarországra, és mivel én voltam a zeneiskola igazgató, Pőrönc számra hoztam a Kodály biciniumokat, meg mindent, ami a relatív szolmizációt, mert nálunk abszolút szolmizáció van, és az meg a relatív teljesen már. És akkor a feleségem volt a szolfés tanár, és én neki megengedtem, hogy taníthasson relatív szolmizációt. És nagyon jók voltak az eredmények, és akkor elindítottuk ezt a magyar népzenét. De az is úgy volt, 92-ben volt Sarudon, a Tiszatónál van egy Sarud, és volt egy tábor, ahol elkerültünk a gyerekekkel, és Rónai Lajos, az Aszódi Zeneiskola igazgatója szervezte a tábort Iglói Évivel akkor még, és ott láttuk, hogy milyen az ugrós, hallottuk, hogy kell brácsázni. Még én is beültem a zenekarba, valami hatodik brácsás voltam, attól már hátam mögött nem volt senki, tehát mindegy. És akkor ott elkezdtünk játszani, ez volt 92-ben, 93-ban meg, aki mit tud, már elég jól muzsikáltunk Pesten. Tehát mi kicsit gyorsítva tanultuk meg ezeket a dolgokat. És aztán át is költöztek Magyarországra. Miért döntöttek így, hogy... Hát ez olyan dolog, hogy ez egy kicsit hosszas téma, hogy egy tájban nem kaptunk fizetést. Tehát nem úgy, hogy nem keveset kaptunk, hanem semmit nem kaptunk. Ez körülbelül másfél évig volt. És akkor azért úgy nehéz volt. Próbáltunk, mi uborkát termesztettünk, 400 méter lugas, meg pékséget csináltam az udvaromban, napi 600 kenyeret. Meg mit tudom én, csirkék voltak, ilyen 4000 csirkem, mindennel foglalkoztunk, de én azt nagyon utáltam. Tehát próbálkoztunk, hogy valahogy tudjunk megélni, hogy a gyerekeknek legalább valahogy, és... Állami fenntartású volt az zeneiskola? Állami fenntartású volt, és az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy egyszer úgy döntött az ukrán állam, hogy megkapjuk a fizetést cukorba. Tehát az azt jelentette, hogy minden tanár kapott másfél tonna cukrot, és mi azt hordtuk kifele. Tehát ahol, de hát hova tegyem utána a cukrot? Mindenki azt kapta, hát el se tudom adni. És akkor a fiammal hordtuk kifele a cukrot, ő már itt volt, akkor Bodrogolasziba tanult egy középiskolába, vagy egy általános iskolába, akkor még ma középiskolát az Debrecenbe, és azt mondja nekem, apu, itt a vége. Mert mi nem akartunk soha áttelepülni. Hát az nem normális dolog, hogy az ember ott, ahol született, és hát valaki azért mégis voltunk, és akkor át kelljen települni. Na és átjöttünk,
és több alkalommal próbálkoztunk munkát szerezni, de mivel mind a ketten tanárok voltunk, egy iskolán belül soha nem lehetett elhelyezkedni, és akkor mi boldogan mentünk vissza fel, hogy hál' Istennek nem sikerült. És akkor folytattuk, gürcöltünk tovább, és egyszer kaptam innen Rónai Lajostól, mert ő ismert minket korábbról, hogy az Aszódi Zeneiskolában a Püspök 60-i kihezett tagozatban lenne hely, és akkor mi eljöttünk. És mentünk Püspök 60-ba, hát ugye Aszódtól Püspök 60-ig millió kanyar, és Lajos mondja, hogy nem baj, hogy faluba leszünk. Én hallgattam, hát én életemben faluba éltem, én imádtam faluba lakni, és akkor oda kerültünk, és ott meg hagyománya van a népzenének Püspök 60-ban. És hát igaz 30 éve, 25, de volt egy alap, emlékeztek még az emberek, és akkor megindult ez a fajta oktatás, amit most is csinálunk. De szinte hihetetlen igazából, amit Péterfalván is véghez vittek, meg amit itt Püspök 60-ban is, hogy annyi embert úgy bevonzottak tulajdonképpen a körükbe, hogy annyian kezdtek el csatlakozni, annyian kezdtek el zenélni. Hát Péterfalván azért más volt, mert Péterfalván volt egy zeneiskola, ami egy kötelező ukrán tantervel. Például napló 33 féle volt. Nem 33 napló, hanem 33 féle. És azt ki kell töltögetni, azt mindig vinni kell, bemutatni, stb. Aztán gyerekek 8 faluból jártak azt az órarendet megcsinálni, hogy az stimmeljen. Az egy külön tudomány volt, nem is én csináltam, azt a feleségem csinálta, de ő ilyen társadalmi munkában, mert igazgatóhelyettes nem volt. És én vezettem Péterfalván egy Tisza együttest, úgy hívták, hogy Tisza együttes, az akkotályban az egy elég jó dolog volt. Tehát volt benne egy kórus, volt benne egy tánckar, 18 párra, és volt benne egy zenekar. És a zenekart azt egy kicsit feldúzasztottam, mert már valamikor volt 2 klarinét, 2 cselló benne, 6 első hegedű, 6 második, mint egy kamarazenekar. És akkor TSZ elnök eljött, és azt mondja, valahogy kicsit sokan vannak. De mert akkor szőlősieket is hordták busszamáin, akkor vagy fel kellett öltöztetni különböző iszékbe, ruhákba, ruhákat varattunk, hát az még az elején ilyen stilizált volt, de aztán kezdett egyre inkább hiteles lenni, és akkor hát volt olyan, hogy már vagy 10 ladának az ára volt viseletbe. Tehát az hihet. És akkor bement a könyvelőhöz, a könyvelő máskülönben egy János, nem János, hogy is hívták, Jenő bácsi, egy Weiss Jenő bácsi, hát mit mondjak, egy nagyon jó eszű zsidó ember volt, és azt mondja neki az elnök, Pál hol tart? Mondja, hogy semmit Pálnak, egy centit se varatni többet. De akkor már minden rendben volt. Már felöltöztettem zeneiskolába a fózenekart, a vonószenekart, a kórust, operát énekeltünk a gyerekekkel. Volt egy Eduard Poldini nevű olasz származású zeneszerző, és annak a Csipke Rózsikáját betanultuk. És most érdekes, mert most a Debreceni Csokonai Színháznak az rendezőt úgy hívják, hogy Vidnyánszky Attila, és most már ilyen Kossuth díjas, meg minden, akkor az első operát nálunk rendezte a zeneiskolába, ingyen is bérmentve, csak még ott nem látott, eljött, és nálunk 34 gyerek volt, az mind a 34 tudta Csipke Rózsikának a szerepét. De a vadásznak, a nem tudom milyen vadásznak, mind a 34. De a hercegnek mind a 34. Tehát ha valamik nem tetszett, akkor egy másikot odállítottunk, és ilyet még nem látott, és neki az tetszett. És Püspök 60-ban? Püspök 60-ban más helyzet van. Püspök 60-ban egy kihelyezett tagozaton vagyunk, és mindenkinek elmondom, hogy ettől már lejjebb nem tudok süllyedni, mert ez egy zeneiskolának a kihelyezett tagozata. Tehát annyi szerencsénk van, hogy havonta egyszer kell elmennünk Aszódra egyeztetni a naplókat, de ott teljesen más. Tehát egy általános iskolán belül vagyunk, és ott a nulláról kellett indulni, tehát harmonika osztályt indítottam, és hát most például 17 és 20 körül van a harmonikások létszáma, de hát garantálom, hogy Magyarországon nincs még egy ilyen harmonika park, tehát például az én hangszerem nem ez, hanem ami szoktam játszani, az egy 3 millió forintos olasz fahangszer, csak nem szoktam reklámozni, mert félek, hogy ellopják, de hát azon játszani kell, húzogatni kell, úgyhogy még eddig nem lopták el. És a gyerekeknek is nagyon jó hangszereik vannak. Most 11 gyerek készül például az országos versenyre. Úgyhogy az ott tényleg ott egy másik fajta dolog van. De hát ezekkel is évente
már jövő, már minden, mindig a jövő évre meg vagyunk Százhalombattára hívva, ott van a mindenkiségek, Summerfest, az Európa egyik legnagyobb táncos fesztiválja, és ott kapunk egy külön órát, és a gyerekekkel ott szoktunk játszani. Tehát én egyesítettem egy kicsit, tényleg egyesítettem a népzenét a harmonikával, meg az énekkel, meg szóval működik a dolog, és támogatnak is az az igazság, a polgármestertől a takarítóig mindenki. De minek köszönhető ez vajon, hogy ennyi gyerek? Igen, hát ezt nem tudom, de most, hogyha így belegondolok, lehet, hogy ön is valami hangszeren elkezd játszani így az adás után. Lehet. De a szülők is megkérdik tőlem. Tehát én reggel szoktam foglalkozni, mondjuk ma reggel is, gyerekekkel, 7 órától 3-4-8-ig szoktunk játszani, és nagyon sokszor lent úgy fogadjuk a gyerekeket, jönnek befele, hogy mi muzsikálunk, vagy népzene, vagy harmonika, vagy bármi. És akik hallgatják, azok nem tudják, hogy mit játszunk, mert nem ismerik a Galgamentit, vagy az akárméket, mert mindent játszunk. De jó kedvükön mosolyognak az emberek, hogy olyan jól kezdődik a napjuk. És a gyerekek viszont megszokják a közönséget, és eszükbe se jut izgulni, mikor lejátsz 50-szer az iskolában, utána kiül a közönséggel, és szól teljesen lazán. És kérdik tőlem a szülők, hogy mit csinálok a gyerekekkel, hogy jönnek reggel, kipirulva, gyantáznak, teszik. A szülő kérdi a saját gyerekéről. Hát a világon semmit nem csinálok velük, csak én is ott vagyok. És se nem kell soha fegyelmezni, ez nem is kérdés. És nem is vagyok szigorú. Én nem, mert valaki olyan szigorú, meg mit tudom. Én nem. De a gyerekek nagyon-nagyon aranyosak, és csinálják. És nem látok különbséget, hogy az itteni, vagy voltunk a családdal például Amerikába, és New Jersey-be is a gyerek ugyanolyan volt, negyedik generációs gyerek, és még nem vette észre, hogy Amerikában van, még csak magyarul tudott. Ilyen 4-5 éves gyerek. És annyira egyforma volt a két gyerek, hogy nem tudtam, hogy melyik. Az egyiket Balázsnak hívták, a másikat Lacikának. És mondom neki, hogy te melyik vagy? Azt mondja nekem az amerikai gyerek, én megtanultam, hogy te Lajos bácsi vagy. Hogy legyek szíves, én is tanuljam meg, hogy ő ki. Olyan kis amerikai észjárása volt, de ugyanúgy játszott, húzta, és rögtön abban a pillanatban. Tehát nem, nincs gond ezzel. Uh-huh. Hát ez valami varázslat. És ez a varázslat áthatott a gyerekeire is, mert hogy Eszter is és a fia is, Szalonna is, mind a ketten muzsikálnak. Hát énekelnek. Igen, de azt viszont én akkor, mikor már oda került a sor, én szerettem volna, mivel elég jó fejük volt, Pisti is gondoltam volna, hát ha egy ilyen közgazdasági egyetem vagy valami, mert ő Debrecenbe került a gimnáziumba, a Refibe, és ott igen jó eredményeket ért el matematikában, tehát országos harmadik volt gimnáziumok között. És mikor azt láttam, hogy csak a zene, ott is megalapította a Refibe, mert ugye mindenki valamit alapít, Csokonai irodalmi kört alapított, ő egy néptánc csoportot, meg népzenét, meg mindent bevitte, és azóta is működik. És láttam, hogy nincs visszaút, és befejezte a nyíregyházi tanárképző főiskolát Eszter és Pisti is. Eszter még befejezte Debrecenbe az egyetemet zongorán, és most meg mind a kettő masteren van. Pesten ugye megnyílt a Zeneakadémiának ez a része, a népzenei része, és most fejezik befele, már megvan diploma hangversenyük volt, és most készül mind a kettő a szakdolgozatból, de hát ez is... A szakdolgozat Pisti egy cigány primásból írja, egy otthoni Murzsa Gyulából. Eszter meg én belőlem írja. Hát csak nézzenek, hogy most, mert nekem furcsa ez, hogy mintha valamilyen múzeumi tárgy lennék, én belőlem írnak egy izét. Na de azt ajánlották Eszternek a tanárai, hogy... Hát valami okuk volt rá. Tanította is a gyerekeit, ugye? Tanítottam. Mennyire volt más őket tanítani, mint mondjuk akárki más? Hát annyira, hogy jobban összeszittem esetleg, mert azért persze összeszidom, csak mindig utána megsimogatom a fejét. Tehát Pisti már a népművészet ifjú mestere volt, hazajött és mondja nekünk, hozott egy ilyen A4-es lapot, és rá van írva, hogy hegedűből az országban mindig egyet adnak valamiből, énekből, hogy ő az idén ő kapta, és ez már állami kitüntetés. Na de minket nem nagyon hat meg az ilyen állami kitüntetés, mondtam neki, hogy most már akkor kellő ideje lenne megtanulni hegedülni. És ez egy kicsit erős volt, mert láttam, hogy 16 éves múlt, és így könnyei hullanak.
hogy ő annyit gyakorol. Hát mondom, rendben van, hogy annyit gyakorolsz, csak ha azt mondják, hogy a népművészet is ifjú mestere játszik, akkor már azért, na és így aztán, szóval abból azt hiszem, én olyan értelemben szigorú vagyok, hogy millió és egyszer megismétlünk mindent, de valahogy ez nem kötelező, meg nem, szóval nem olyan szempontból, hogy mindig meg van indokolva, és érzik ők azt. Hát a legkisebb gyereknek is mondom, ha valami sikerül, most is van egy kis zenekar, most fognak muzsikálni vasárnap, mert van egy családi műsor, Püspök 60-ban, nem biztos, hogy tetszenek ismerni. A családi műsor arról szól, hogy 60-70 ember a faluból feláll és muzsikál. Hát erről beszéltem. De az tényleg az egy olyan érdekes, mert valaki dorombol, valaki szájharmonikán játszik, valaki elővesz egy havai gitárt, valaki van úgy, hogy három generáció is feláll, és a mama énekel, a többi. Például az anyuka megtanult kontrázni, ahogy otthon is mindig az életben is mindig kontrázik, hát ha megtanult kontrázni, az apuka bőgőzik, a fiatalember hegedül, a tesója, a zeneakadémista cimbalmozik, és a legidősebb az harmonikázik, de ezek így egy család. És hát ez tényleg érdekes, mikor már ezeket így látja az ember, hogy ez történik. Na és a legkisebb zenekar az pedig most fognak föllépni igazándiból másodszor, mert az óvodába fölléptek, és tudnak három ugróst. Ez a csúcs, három ugrós. Na, mennyi idősek? Hát ezek ilyen 7-8 évesek, de ezek ilyen elszánt emberek, tehát így megállnak és így húzzák, két hegedű brács a bőgő. És igen, még a másik dolog, hogy nekem az is egy kicsit mániám, hogy mindenki zongorázni kezd tanulni, és mikor valami kis alapja van, az a főtárgy. Amellett választhat egy hangszert. Na, amikor választott egy hangszert, akkor lejátszik már egy dalt. Mondom neki, hogy ez nagyon jó, csak ezt még 60 évig kell játszanod, ezt a notát, de mindig egyre jobban. De nem is érti, hogy a 7 éves, a 8 éves nem érti, hogy 60 évig. De ez tényleg így van, mert ugyanazt játsza Pisti is, ugyanazt a dalt, csak nem úgy. Tehát ennek van lehetősége a variációra, az improvizációra, a fejlődésre, tehát a népzene az hihetetlen ilyen szempontból. Na és lejátszották az óvodába karácsonyi műsoron a három ugróst, és előtte konzultáltam velük, még tudnak egy csárdást, meg egy bukót, de azt nem szeretnék előadni. Mondom, jó, meglátjuk. Akkor lejátszák, tapsolnak, mondom a közönségnek, hogy az a helyzet, hogyha nagyon tapsolnának, akkor még lenne egy ráadás. Hát úgy elkezd tapsolni a közönség. Na, ezek eljátszák a bukót, meg a csárdást, de mondom, így nekiállnak, így, mintha súlyt emelnének, súlyat, annyira húzzák, és akkor hihetetlen vastaps. Na, látjátok, mondom, ez már a saját emberségeteknek köszönhetitek. És akkor úgy szárnyaltak, hogy őket megtapsolták, hát nemrég ott ültek még az óvodába ők is. Tehát így telik az élet. Igen, és ez valószínűleg ösztönzi őket, hogy legközelebb még jobban, még jobban, még jobban, még többször. Az előbb említette az állami, illetve hát alapból a kitüntetéseket. Igen. Hogy nem nagyon szeret velük büszkélkedni, de azért kíváncsi lennék rá, hogy melyikre a legbüszkébb, mert valamelyiket csak jobban a szívébe zárta, mert hogy van egy pár. Hát kaptunk egyszer egy olyat, hogy azt se tudtuk, mi az, utólag láttam, hogy elég komoly emberek kapják. Az volt a cím, hogy Prokultúrá Hungárika. De mivel latint nem tanultunk soha, hát a Hungárika még az csak-csak, a kultúra is, de hogy ezt külföldön élő költőknek, íróknak, zenészeknek adják, és ezt András Falvi Bertalantól kaptuk, még akkor ő volt a kultuszminiszter, hát örültünk neki. Aztán nagyon sok minden. Például kaptunk egyszer egy Európa díjat, na az tényleg Kriza Ildikó felterjesztett bennünket Németországba, Hamburgba, van egy ilyen Alfred Töpfer nevű alapítvány, és ott 1500 pályázatból mi kaptuk azzal a Péter Falvi csoporttal. Ez 1999-ben volt, 2000-ben kaptuk meg, és aki átadta, az meg Kohl kancellárnak volt a tanácsadója. Na de ez tényleg... Ültünk, jó ízűen borozgattunk, kösz, hozott egy díjat. Ennyi. És utána holnap megkezdjük előről. Rossz hírem van, reggel 7 órakor kezdődik. Ez mindig így van. Említette azt, hogy ugye, hogy ide költöztek Magyarországra, Püspök 60-ba, azért nem vágták el a szálakat Kárpátaljával, sőt. Hogyan tudják egyeztetni azt,
mert mikor legutoljára beszéltünk, akkor is épp Kárpátalján volt, és aztán másnap már itt Magyarországon. Hát az úgy van, hogy Kárpátaljára van egy útvonal, azt hittem, mikor magyar állampolgár leszek, akkor mindig Bécsbe fogok ülni, vagy Londonba, vagy nem tudom hol, de mindig Kárpátaljára megyünk. Tehát Kárpátalja az 360 km Püspökhatvantól, és egyszer szoktam megállni a Shell Kutnál, a 141. kilométer főnél, a M3-osan, és utána ott a határon. És a határon meg várni kell, mert mindig várni kell, és megyünk. Tehát mi például a karácsony az szent dolog, hogy mindig otthon vagyunk karácsonykor, és a templomba fönt, Visken, a kántor mellett ülünk, Cébelős a kántor az osztálytársam, és mindig fönt vagyunk, mert a rent a padokban már nincs meg a helyünk, tehát a családnak tudom, hol a helye, de hát ritkán vagyunk ott, ott valaki ül, és mi mindig fönt vagyunk. Ez a gyerekekre, mindenkire érvényes, és most mit ad Isten, mind a kettő, Pisti és Eszter is úgy néz ki, hogy visszatérnek Viskre. A barátnője és a barátja Viski. Itt vannak az egyik zeneakadémista, az egyik meg a pécsi Janusz Pannonioszon doktoránduszoma, és nagyon örülünk neki, de az természetes. Tehát például Visken a kert is fel van szántva, az ilyen őszi szántás, hogy fagyjon ki, és a magok már be vannak gyűjtve, és Püspökhatvanban is ott is a kert az, például ott minden van. Még sőt, olyanok is vannak, ugye mi csinálunk már 16 éve egy tábort, egy ilyen népzene, néptánc tábort, és mindig jöttek a szarvasiak, és ezek ilyen szlovákos népek, ezek a szarvasiak, és mindig kihúzogatták a hagymát a kertembe. Mert este mindig szalonát sütnek, meg szívva pálinkát isznak. És már bosszantott, és mondtam a feleségemnek, hogy legyen már ezeknek a szarvasiaknak saját részlegük, és azóta van. Tehát a szarvasi már tudja, hogy ott az ő hagymája, azt húzogassa. Az direkt van ültetve, de hát szarvas hol van mi hozzánk kép? Tehát ezek működnek, ezek a dolgok, hál' Istennek. A táborokba egész Magyarországról érkeznek? Ott, minden, nem, már most Amerikából is elkezdtek. Tényleg? Persze, volt egy olyan, Amerikába követett bennünket, csak nem tudtuk, hogy ki az illető, valami Lábadi Gunyhó, nem tudom kicsoda, kiderült, hogy egy mesterszakács, de imádja a népzenét, és mindig jött utánunk, ahol mi felléptünk Amerikába, és egyszer csak megjött ide is, és mondtuk, hogy akkor ne lakjon már a kollégiumban, hanem az egyik zenész kollégánknál lakott, és telefonál a barátnőjének, hogy hát a tejet egyenesen a tehénből hozzák neki. A mesterszakács, hát nem tudom, hogy slag, vagy hogy volt, mert hát persze friss, habos tejet volt, és visszatelefonálta a barátnő, hogy hát az nagyon veszélyes, hogy nincs pasztőrözve, meg semmi, de ez meg egy litert megjött, minden reggel annyira tetszett neki. De minden ünnep persze, de főleg a tábor a kárpátaljai gyerekek miatt van, akik nem tudnak elutazni máshova, és ott a táborban olyan 200-300 ember van minden évben, és a magyarországi táncoktatóknak, vagy zeneoktatóknak az eleje. Tehát a legjobbak tanítanak mindig. Ilyen örökös aranysarkantyús Széphalmi Zoltán, illetve Tóth Judit ilyenek tanítanak, úgyhogy az oktatás az nagyon magas szint. Olyan sokat beszéltünk már ez idáig a zenéről, hogy egy kicsit szeretném meghallgatni is azt, hogy hogyan muzsikál. Nagyon szívesen, akkor talán egy kis kalgamenti szlovákost. A hangszerét mindig magával hordja egyébként? Hát, szinte. Ez egy érdekes, ez Kanadából jött ez a Hochner. Rétságban van egy zenetanár, aki hazatelepült, egy idős bácsi, és az hozta. Legszívesebben táncra perdültem volna. Köszönjük szépen. És lehet, hogy én is elkezdek majd zenét tanulni még ilyen vén fejjel is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt. Egy élmény volt. Én köszönöm. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Várom önöket legközelebb is. Viszontlátásra.